Figyelik az előadást az általános iskolás gyerekek a királyegyházi cementgyárban. Itt tartották a Youth for Green Rio elnevezésű környezetvédelmi verseny második fordulóját. Olyan felsőtagozatos baranyai fiatalokat vártak ide, akik felnőttként környezettudatosan akarnak majd élni. Akiknek fontos a környezetvédelem, akik tesznek azért, hogy ez a bolygó sokkal élhetőbb és sokkal jobb legyen majd a későbbiekben, és azon kívül, hogy itt nagyon komoly törzsanyagon túlnyúló tudásanyaghoz is hozzájutnak, megismerkedhetnek azzal is, hogy az ő szűkebb környezetükben, jelen esetben Baranya megyébe, milyen olyan non-profit, for-profit vagy közfeladatot ellátó vállalatok, cégek, szervezetek működnek, akik komolyan tesznek a klímaváltozás ellen. Egyházi cementgyár az egyik olyan vállalat a megyében, amelyik elkötelezett a zöld jövő megvalósításában. Ezért is adtak helyt a fiatalok versenyének, közben megmutatták az üzemet, a cementgyártás folyamatát. Örültünk a Europe Direct Baranya irodájának a felkeresésének, hogy egy ilyen közös környezetvédelmi pályázatot írjunk ki az általános iskolás gyerekeknek. Minden évben mi is Emlékfát a jövőnek címmel szoktunk írni, de ez egy újfajta kezdeményezés, és abszolút a Lafarge-nál nálunk a stratégiai prioritásnak tekintjük a fenntarthatóságot, és ezen az úton egy meghatározó pillér az utánpótlás kapcsán a jövő generációjának a környezeti szemléletének a formálása. A vetélkedőre 22-4 fős csapat jelentkezett. A második fordulóra 10 csapat maradt. Ők küzdöttek a nyereményekért. Az első helyezett csapat egy napos tanulmányi kirándulást nyer Ausztriába. De minden résztvevőnek jut valamilyen ajándék, tudtuk meg a szervezőktől.